Trianon 100. évfordulóján, határon innen és túl, nagyon sok gondolat kavarog a fejekben. Trianonhoz valójában az első világháború vezetett, 1914-től 1918-ig 4 év vasban és vérben nevű történet zajlott, és sajnos ezt a világháborút az osztrák-magyar monarchia elvesztette, és a győztesek már 18 nyarán úgy gondolták, hogy ilyen nevű államra, mint osztrák-magyar monarchia nincsen szükség, ezért hozzáláttak a föld darabolásához, és sajnos voltak jelentkezők, akik az egyes darabokat el akarták vinni. Az Antantnak voltak úgynevezett kis szövetségesei, ezek a csehek, a románok és a szerbek, és mind a három szomszédunk benyújtotta Magyarország egy-egy darabjára az igényét, tehát a csehek a felvidékre, a románok Erdélyre, a szerbek a délvidék jelentős részére, és az Antant, a háborúban győztes Antant úgy látta, hogy ezek az igények jogosak, jó az ő neki, hogyha ezeket az igényeket kielégíti, és ennek következtében megszületett Csehszlovákia, megszületett Jugoszlávia, a korábban 1914-ben kicsi román királyságból Nagy Romániát csináltak, és ennek az lett a következménye, hogy jelentős területeket és azon élő jelentős népességet elcsatoltak a magyar királyságtól, és Magyarországot jelentős mértékben megcsonkították, és ennek a jogi letükröződése a trianoni békeszerződés, tehát amit elvettek, azt belefoglalták egy szerződésbe, pontosabban diktátumba, és ezt hívjuk trianoni békediktátumnak. Számszerűleg ez azt jelenti, hogy a 282.000 négyzetkilométeres Magyarországból lett egy 93.000 négyzetkilométeres Magyarország. Népesség szempontjából azt jelenti, hogy 18 milliós országból csináltak egy 7-7,5 milliós országot. Tehát, hogyha egy nagyon gyors matematikai műveletet végzünk, akkor azt mondhatjuk, hogy az ország területének a kétharmad részét és lakosságának a kétharmad részét elvették a Magyar Királyságtól. Gyakorlatilag ilyen mértékű csonkítástól, ilyen mértékű területelcsatolástól a világtörténelemben másról nem beszélhetünk. A Makó sorsa körülbelül 3 éven keresztül billegett, mert 1916 augusztusában, amikor Bukarestbe a románok és az Antant aláírnak egy titkos szerződést, akkor ez úgy néz ki, hogy a román kormány a Magyar Királyság tetéből nem csak Erdélyt kéri, hanem Kelet-Magyarországot is a tiszai határa. Tehát gyakorlatilag ezt ott szerződésben, Bukarestben aláírják, tehát hogyha minden úgy alakult volna, hogy a románok akarják, akkor a magyar-román határ a Tisza vonala, mivel ugye Makó pedig a Tiszán túlon van, tehát gyakorlatilag 1916-ban az egész Tiszán túl benne Makóval is odaígérték. Ezután ott kezdett el billegni, hogy a magyar hadsereg megverte a románokat 16-17-ben, és Románia kilépett a háborúból, és amikor az Antant nekiállt határokat húzogatni Versailles-ban, akkor az Antant vezetői azt mondták, hogy hát amit a szerződésben ti román barátaink vállaltatok, azt nem teljesítettétek, ezért nekünk se kell teljesíteni, a Tiszáig odaadjuk nektek Magyarországot. Ezt ugye románok többé-kevésbé úgy elfogadták és megértették, de előálltak egy újabb kéréssel magában már Versailles-ban 19 tavaszán, és ebben az újabb kérésben már nem a Tisza vonala volt, de Makó megint benne volt. 19 március közepén végül is egy olyan döntés született, hogy Makó az maradjon magyar város, úgyhogy gyakorlatilag, és erre a konferencia 4 nagyja rábólintott, úgyhogy így, hogy Makó magyar város maradt, de mondom, nagyon benne volt az a pakliban, hogy Makó mondjuk majd szép román város.